Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Feri vagyok, és végre érkeztünk a legjobb Androidos Homescreen-ek sorozatnak a negyedik részéhez. Szerencsére rengeteg pozitív visszajelzést kaptam tőletek, hogy nektek nagyon tetszik ez a sorozat, szeretnétek belőle egy újabb meg újabb részeket, és én el is hoztam ezt nektek. A videó első homeskinjét Pópics Balázs küldte el nekem, és ez egy kissé különleges is, hiszen leírta azt, hogy ő ezt a homeskint úgy alkotta meg, hogy nézte a videóimat, nézte ugye ezt a homeskin sorozatot, és ezáltal merített belőle ihletet, mert eddig csak a Lenovo A2010-es telefonjának az alap ilyen kinézetét használta, de mivel inspirálódott, ezért megalkotta ezt a homeskint. A gyári kezelőfelületet Nova Launcherre cserélte le, és azt az ikonpakot használja, ami az alkalmazással együtt feltelepült, valamint a háttérképet azt a Google-ből töltötte le, és szerencsére el tudta nekem külön küldeni, szóval ha le akarjátok tölteni, megtetszene nektek, akkor ezt itt lent a leírásban meg tudjátok tenni. Egyébként fölül kapunk egy szép Google keresősávot, van alatt a mappák, valamint a alkalmazások így külön kirakva, van például a játékunk mappánk, Google mappánk, letöltés mappánk, külön lehet ugye indítani a Messenger-t, a YouTube-ot, alul pedig a fényképezőgépet, player ruházat és a telefont. Az ikonoknak az elrendezése szerintem nagyon jól sikerült, nagyon ízlésesen van berendezve ez a homeskin, valamint ez a fekete háttér ott ezzel a kékes színezéssel nagyon jól kiemeli ugye az ikonokat, szóval szerintem nagyon jól sikerült, és örülök, hogy a videóim alapján tudtál inspirálódni. A következő homeskint Veres Zsolt küldte el nekem, méghozzá a Navon Mizu D504-es telefonjáról, és leírta, hogy EV Launchert, valamint hozzá Pixel ikonpakkot használ, és amit látjátok, neki is egy ilyen nagyon szép, nagyon különleges háttérképe van, és szerencsére ő is el tudta ezt nekem küldeni, szóval ezt is le tudjátok tölteni, hogyha ez nektek megtetszene. Itt a kezdőképernyőjén fölül van egy Google keresősáv, alatta van egy óra widget, alul pedig ugye a legfontosabb alkalmazások, amelyek leginkább szokott használni, például YouTube, fájlkezelő, névjegyzék, telefon, valamint van egy játékmappa is, és elküldte a másodlagos képernyőjét is, és itt van egy zenelejátszó widget, valamint ott arról is, hogy a további fontos alkalmazások, például Pokémon, Playerhouse és a galéria. Ez a háttérkép itt is tökéletesen kiemeli ugye az ikonokat, a widgeteket, szóval szerintem ez is nagyon jól sikerült. A harmadik homeskin Kador küldte el nekem, méghozzá a Samsung Galaxy Core Prime-járól, és leírta, hogy Nova Launcher Prime-t használ, hozzá van neki egy widget, ami a KVGT, van neki még továbbá Material Status Bar Pro-ja, valamint Wycons ikonpakja, és amit látjátok, egy ilyen teljesen fekete-fehér kinézettel van dolgunk, és ez tök jól néz ki, fölül van egy ilyen fekete Google keresősávunk, alatt ott van egy ilyen óra widget, valamint alul megtaláljuk a legfontosabb alkalmazásokat, amelyet a leginkább szokott használni, például Playerhouse, YouTube, Twitch, Clash of Clans, alul el tudja indítani a Google Chrome-ot, ott van a Messenger, valami például még a fényképezőgép is. Összességében nekem ez nagyon tetszik, nagyon szép ilyen letisztult lett, ez a fekete-fehéres kinézet nagyon ütős. Boy, let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me. Miklós Robert szintén egy fekete-fehér homeskin küldött be, valamint ő is a Nova Launcher-t választotta alapnak. Az óra widget-e az az Edge alkalmazásból van neki letöltve, a háttérképe pedig a Valley-ből van neki, az ikonpakja pedig nem más, mint a Svert Black ikonpak, és amit látjátok, az egésznek a kinézetét úgy alakította ki, hogy középen domináljon a háttérkép, fölül van ugye YouTube, játékok, chat, mindennapok mappa, alul például player ruház, galéria, el tudja indítani még a fényképezőgépet, telefont, zenelejátszót. Ugyanúgy, mint az előbb, nekem nagyon bejön ez a fekete-fehéres kinézet, tök jó ki lehet venni az ikonokat, valamint marha jó, hogy úgy lett kialakítva az egésznek a kinézete, hogy középen domináljon a háttérkép. És el is érkeztünk a videó végéhez, remélem, hogy tetszett nektek, igyekeztem most olyan homeskineket beleválogatni, amelyek szerintem egy kicsi egyedibbek, tehát nem az ilyen gyári kinézetre épülnek, szerintem ez sikerült is, de hogyha gondoljátok, írjátok nyugodtan kommentbe, hogy nektek ezek közül most melyik tetszett a legjobban, és külön örülök neki, hogy egyre többen ötletet merítetek ezekből a videókból, és ha gondoljátok, küldjétek el a ti homeskineteket is, hiszen csak így lehet folytatása ennek a sorozatnak. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok el lájkot, esetleg iratkozzatok fel a csatornámra, osszátok meg ismerősétekkel, és mindig találkozunk legközelebb. Sziasztok!